Végre lehet magyar nyelven feliratozni Premiere pro amihez nem lesz más a szükségünk, mint a GetCaps nevezetű programra. Ez a program Premiere Prohoz, After Effectshez, DaVinci Resolvehoz, Final Cuthoz és már CapCuthoz is elérhető. Ha szeretnéd ezt használni, akkor első lépésben a getcast.hu be írjuk. Ki fogja nekünk ezt az oldalt, ahol nektek regisztrálni kell, nekem bejelentkezni. Miután ez megtörtént, kicsit lejjebb tekerünk, ahol az oldal meg is mutatja nekünk, hogy a ZXP per UXP installerrel fogjuk tudni ezt a Premiere Prohoz hozzáadni. A weboldalon megtaláljátok erről a videót, hogy hogyan kell csinálni, úgyhogy én ezt most nem fogom megmutatni. Kicsit lejjebb jövünk, és a kettes pontnál letöltjük vagy Windows-ra vagy mac attól függ milyen gépen dolgozunk. Le is töltötte a program, és a ZXP installerben meg is kérdezi tőlünk, hogy szeretnénk-e installálni, természetesen igen. Amint látjátok, ez készen is van, úgyhogy nyomunk egy Close-t, ezután bezárhatjuk ezt a programot. Következő lépésben megnyitjuk a Premiere Pro-t, és a Window Extensions fülnél ott lesz, hogy Caps. Rákattintunk, és már be is dobja nekünk a Premiere Próban. A felhasználói felület, amit látjátok, ezekből a részletekből áll. Megkérdezi, hogy maximálisan hány szót szeretnénk, hogy egy sorba rakjon, ami szerintem brutál jó. Adjon el hozzá írásjeleket, amik szerintem megint csak nagyon jók. Ezután kiválasztatod, hogy a feliratozás ez az in-out között legyen, vagy az egész timeline-ra vonatkozzon. Mindjárt mutatom, hogy az in out hogy tudjátok megcsinálni utána megkérdezi tőlünk, hogy melyik hangsávot szeretnénk, hogy ő feliratozza, és mert nekünk az audio egyen, azaz az A1 van A egyen van hangunk, ezért kiszedjük az A2-es pipát, mert csak az A1-et szeretnénk. Ezt most egy pillanatra félre rakom, és megmutatom nektek, hogy hogy tudjátok kijelölni az in és autot. A videó elején megnyomjátok az i betűt, mint az in. Aztán a videó végéhez lapoztok, és az utolsó előtti frémnél nyomtok egy ót. Ugyanis, hogy az utolsó frame tehát itt nyomjátok be, akkor ő automatán plusz egy frame-mel tovább fog és a végén lesz egy fekete rész, ez nekünk nem kell. Meg is nyitottuk a capset, kiválasztottam, hogy maximálisan négy szót szeretnék, hogy legyenek íráselek, és az A1-es hangot csinálja meg nekünk feliratozva. Rányomunk, hogy feliratozás és pillanatok alatt meg is csinálja. El is készült a feliratunk, ha megnézitek, itt alul megcsinálta magától a feliratokat, teljesen jó. Az utolsó lépés, hogy kell a feliratunkat. Itt mégpedig az az első teendőnk, kijelöljük az egészet. Fölmegyünk az Essential Graphic panelre, ahol én most a Style-nál ki fogom állítani az MMP-t, ugye ez az én saját ö, elkészített presetem, az Alight and Transform-nál az Y-tengelyen lejjebb húzom, oda, ahol szeretném, hogy legyen a szövegem, nekem valahol itt. Most, hogy ez kész van, én erre szeretnék ráhúzni egy effektet, de ezt itt nem tudom megtenni, ugyanis a subtitle-nél van fönt, úgyhogy kijelöljük az egészet, a Graphic and Title-nél pedig az Upgrade Caption to Graphicot fogjuk kiválasztani, és miután ezt megnyomjátok, annak már nem a subtitle résznél, hanem a videó résznél lesz, ezáltal teljesen személyre szabható lesz. Készen is van a feliratozásunk, annyi, hogy ezt ellenőrizzétek le, ugyanis nem minden esetben tökéletes. Itt, amint látjátok, elválasztott nekem egy szót, én nem szeretném, hogy azt a szót elválaszza, úgyhogy ezt majd ki kell javítanom. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy feliratkozást.